Ma kezdődött és jövő szombaton zárul Dohában a 17. felnőtt szabadtéri atlétikai világbajnokság. A 17 magyar versenyző között ott van a nyíregyházi Helebrant Máté is, aki az 50 kilométeres gyaloglásban áll majd rajthoz. Pokrovenszki József tanítványa az elmúlt hónapokban mindent megtett a jó szereplés érdekében, de az, hogy mennyire tud alkalmazkodni a hőséghez és a magas páratartalomhoz, majd csak Katarban derül ki. Egy elég hosszú felkészülés van a hátam mögött, ilyen hosszú talán még nem is volt, sőt, tehát ilyen szezon nem volt, hogy szeptember vége legyen a főverseny. Szerencsére a felkészülés az zökkenőmentesen, tehát nem volt sérülés, és semmi egyéb probléma nem volt, az edzések nagyon jól sikerültek, és most már nagyon izgatottan várom a világbajnokságot. Kicsit félek a kinti körülményektől, bár minden versenyzőre ez fog várni, viszont mégis tényleg inkább ezektől félek, nem pedig a versenytársaktól. Azt beszéltük az edzőmmel, meg a szövetségben a többi edzővel, hogy ez inkább egy ilyen kis túlélő verseny lesz. Ugye egy 4 órás versenyről beszélünk, és azt fog dönteni, hogy ki hogy tud majd ezekhez a külső körülményekhez jobban alkalmazkodni. Máté táplálkozási tanácsadó segítségét is igénybe vette az optimális étel és folyadékbevitel kialakításához. Emellett edzőjével egy biztonságosnak tűnő taktikát igyekeztek kidolgozni. Mivel nagyon meleg lesz, és nagyon füllesztő meleg, ezért azt beszéltük Józsibával, az edzőmmel, hogy próbálunk egy ilyen biztonságos kezdést, és utána, ahogy érzem. Szóval nem fogom nézni, hogy ki milyen gyorsan kezd, vagy ki milyen tempóban fog menni. Én a saját kis biztonságos sebességemmel szeretnék majd kezdeni, és onnan szeretnék majd fél távnál egy kicsit gyorsítani, és remélem ez elég lesz arra, hogy a végén még ne fáradjak el annyira, és egy szép helyezéssel a célba érni. Az 50 kilométeres gyaloglás 60 körüli versenyző számláló mezőnye helyi idő szerint szombaton 23 óra 30-kor rajtol el. A gyaloglók a belvárosban egy 2 kilométeres körpályán igyekeznek minél gyorsabban teljesíteni a távot.